Mosolyogva érkezik Csányi Sándor az OTP mai közgyűlésére. Van is oka a jókedvre, mert a magyar Gika Bank tavaly 173 milliárd forint nyereséget termelt. Ebből a közgyűlés döntése alapján 61 milliárdot szét is osztanak a részvényesek között. Arról is döntöttek, hogy a jövőben az elnöki és a vezérigazgatói tisztséget szétválasztják. Csányi Sándor azt mondta, rövid távon egyikről sem mond le. Szerintem egy elég lenne bőven. Ezt nem a posztjai, hanem a nagy magyar bankok számára mondta a közgyűlést követő sajtótájékoztatón. Kormányzati körökből ugyanis azt hallani, hogy az OTP ellensúlyozására egy nagy magyar központú bankot is összehoznának. Ez Mészáros Lőrinc körül alakul, aki az elmúlt időszakban több pénzintézetben is részesedést szerzett. Mészáros Lőrinc tavaly le is előzte az OTP vezérét a Forbes magazin leggazdagabb magyarokat soroló listáján. Teljesen meg vagyok hasonulva most, mert a magyar Forbes-tán listán megelőzött Lőrinc, a végleges amerikai listán meg én előztem meg őt. A bankvezér azt is mondta, nem érdekli hányadik az ilyen listákon. Megmondom őszintén, hogy még a saját vagyonomat se tudom pontosan megbecsülni, nem azért, mert olyan megszámolhatatlan, de sose foglalkoztam vele. Bár a kormány az utóbbi időben szereti hangoztatni, hogy gazdasági válság jön, Csányi Sándor nem számít erre. Mindenki találgat, senki se tud pontos előrejelzést adni, de azért, ami kialakul, hogy várható valószínű egy lassulás a következő években, de olyan válságot senki se vár, mint a 2008-as válság. Az MLS elnökeként is dolgozó bankvezér azt mondja, bár sokan támadják a sportra költött TAO-t, de a focira felajánlott több mint 200 milliárd forinttal el tud számolni. Én mindenütt, ahol tisztségem van, legyen OTP vagy MLS, én úgy próbálok gazdálkodni, hogy a saját pénzemmel is gazdálkodnék. Arról is megkérdeztük az OTP vezérét, hogy tavaly nyáron a moszkvai VB döntőre közösen utazott-e a bank magángépén a miniszterelnökkel, és ha igen, kifizette Orbán Viktor utazását. Csányi azt mondja, Orbán sosem vendégként utazik a gépén. Orbán Viktor utazásait beleértve a szállását, mindent, amikor úgy alakult, már nem tudnám megerősíteni, hogy velünk utazott, de amikor úgy alakult, mégis mindig személyesen fizette ki, tehát soha nem utazott vendégként. Csányi Sándor szerint egyébként a 14 személyes magánrepülő legtöbbször a bank munkatársait szállítja, mert sok környező országban van érdekeltsége az OTP-nek.